Koszorúzással, helyi emlékekkel és archív filmvetítéssel is készülnek a hétvégén Tarpán, hogy megemlékezzenek Bajcsi Zsilinszky Endréről, hangzott el az ünnepséget beharangozó sajtótájékoztatón. A politikus életútja megosztó, sokáig volt hazánkban az antifasiszta mozgalom emblematikus személye. A megyében alakult emlékbizottság célja, hogy a megfelelő helyére tegye a történelemben alakját. Eltelt a halála óta már jó néhány esztendő, már több mint 70, tehát már van rálátásunk a dolgokra. És a múzeumban vannak olyan kollégák, akik erre a munkára képesek lesznek. Tehát akkor a másik dolog, egy szép kiállítás mellett, egy méltó, egy tisztességes, történetileg hű Bajcsi életmű megírása, és akkor maga Tarpa népe, maga Csonkabereg is tud mutatni olyat, hogy miért ünnepli, miért fontos számára a temetőben nyugvó személy életútja és arról szól megemlékezés. A beregi településen szeretnék méltóképpen felidézni és az utókornak megőrizni Bajcsi Zsilinszky Endre emlékét. Aki azt kéri a kivégzése előtt, hogy Tarpán legyen eltemetve és tarpai országgyűlési képviselőként nyugszik a tarpai temetőben, ahhoz kellőképpen kell hozzáállni a településnek, a település minden lakójának, és a legfontosabb, hogy az utókornak át tudjuk adni azt az ő igazi munkásságát, szimbólumát, mert ha csak az az egy mondat megmarad Bajcsi Zsilinszkytől, hogy legyen a magyar gerinces, és ezt kivesézzük, kielemezzük az utókor számára, én úgy gondolom ez a mai korban, és az utókornak is egy óriási mondata lesz. Az idei ünnepség folytatásaként jövőre Bajcsi Zsilinszky Endre születésének 130. évfordulóján az országos megemlékezést is Tarpán tartják. Részese vagyunk és leszünk az országos Bajcsi Zsilinszky emlékápoló folyamatnak. Ebből adódóan kapcsolódtunk is az Országos Emlékbizottsághoz, tagja is vagyunk, és közös döntés volt az, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe, különösen Tarpán, a 130 éves jubileumi évfordulót méltóképpen ünnepeljük meg. A hétvégi rendezvény szombaton 10 órakor kezdődik a Tarpai Művelődési Házban.